Kedves nézőink, most ellátogatunk Pincésné Sós Gyöngyi csipkeverőhöz, Háttér című magazin műsorunk külön kiadásában. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk Pincésné Sós Gyöngyi otthonában, közben ő készíti a gyönyörű csipkéjét. Arról fogunk beszélgetni, hogy a Nagykunsági Népművészek Egyesülete milyen nyári tervekkel készül. Ön a titkára ennek az egyesületnek, mit kell tudni az idei terveikről? Hát én is sok szeretettel köszöntöm a Kacag TV nézőjeit. Az idei terveinkről annyit lehet tudni előzetesben, hogy túl vagyunk egy hevesi baráti egyesületünknél a május 1-i rendezvényükön. Túl vagyunk a kalcagi szentgyörgynapi rendezvényeken, és a következő rendezvényünk a Birkafőző Fesztivál lesz, ahol elég szép számmal részt fogunk venni. Utána remélhetőleg részt veszünk a Pálinka Fesztiválon a Beregben, és még helyi programként a második kumvilág találkozón. És utána tervezünk egy karácsonyi vásárt szintén egész decemberben. Hát évek óta lejárunk Siófokra, a Siófok Fesztiválra, meg a Stefániára. Ugye sajnos már Stefánia tavaly se volt megrendezve pályázati okok miatt. Ebben az évben viszont a Siófok Fesztivállal is gondok vannak. A vezetés is új Siófokon, a művelődési házban, tehát nem is ismeri a munkánkat. Igaz, már volt egy személyes találkozó, és jelenleg annyit engedélyezett a szervezőknek, hogy mehet a társaság Siófokra, a helyet biztosítják és a zárható faházakat, viszont a szállást és az úti költséget ebben az évben nem tudja a pályázati pénzből a művelődési ház átvállalni. Úgyhogy hát csökkentett létszámban, de a társaságnak egy része így is el fog menni Siófokra. Ez éppen most van szervezés alatt, és hát holnapi nap folyamán kell éppen leadnom. Nem is olyan egyszerű ez, hiszen akkor önöknek plusz dolgokat is kell vállalni, ahhoz, hogy egyáltalán népszerűsíteni tudják ezeket a szép kalcagi dolgokat. Csipkeverőként én úgy tudom, hogy most a közelmúltban külföldön is bemutathatta a tudását és a munkáit. Igen, március 1-től 5-ig Ausztriában, Oberfullendorfban. Ez egy teljesen magán meghívás volt egy textiles biennáléra, ahol Magyarországot csipkeverésben én képviseltem. Ezen kívül egy hövei hímzést készítő hölgy volt, egy goblány művész és kettő goblány szövő, akik meg voltunk hívva. Ez egy mindönkkel egy nagyon régi ismerettsége ezzel a Bécsben élő hölgynek, és ő szervezte a magyarországi részét, az ottani részét pedig ugye az ottani városháza rendezésében volt. Hát az osztrákok közül is volt egy csipkével foglalkozó hölgy, azon kívül voltak ugye ott más a kézművesség, mint nálunk, mert elég sok horgolt, kötött terméket láttunk. Kuriózum volt a kalcagi vercsipke. Igen, úgyhogy ők náluk más, és ugye a magyar népművészetet teljes egészében felölelte amúgy lényegében ez a biennáli, ugyanis ennek a hölgynek több tájegységről nagyon szép gyűjteménye van, és azok pedig így voltak pótolva. Jól éreztük magunkat,
kötetek, ismerettségek. Hát, ha lesz következő hasonló találkozó. Igen, következő találkozó is. Hát utána pedig április végén Szepszi Szentgyörgyen a Szentgyörgy napi sokadalmon vettem részt. Ez megyei delegáltként voltam kint, egy öcsödi szalma fonó hölgyel. Nagyon színvonalas volt a rendezvény, nagyon jó idő volt ránk, jól éreztük magunkat, nagyon sokan megcsodálták a magyar kézművességet. Mondjuk a szalmafonásnak ugye Erdélyben sokkal nagyobb hagyományai vannak, mint nálunk, de a csipkeverést ott csak egy-két kis térségben csinálják, úgyhogy ez elég nagy korúzóim volt, úgyhogy végig bemutatóztam, és mellette az ottani háromszéki kézműves és népművészeti egyesület szervezte ott lényegében a kézműveseket erre a vásárra. 150 erdélyi kézműves vett részt rajta. És akkor elképzelhet, hogy valami kapcsolat is kezdődik? Igen, megkerestek ott bennünket többen, hogy hogy lehetne felvenni kapcsolatot. Hát ugye Magyarországról is voltunk kint, Hódmezővásárhelyet is képviselték, ott mondjuk megyei közgyűlés egyik tagja volt kint a nejével, akkor voltak kint Veszprémből, tehát több helyről az országból, Kecskemétről, Galocsáról, tehát több felől. Egy-egy alkotó, és ők megkerestek bennünket, és hát egy kicsit úgy örültem is ennek a megkeresésnek, ugyanis évek óta terve az egyesületnek, hogyha adódik egy ilyen alkalom, hogy erdélyiekkel felvehetnénk a kapcsolatot, akkor megpróbálkozunk vele. Csak akkor ez sikerül, akkor vissza fogunk térni. Viszont évek óta Bácskosút falván és a testvérvárosunkban is jelen vannak. Ott a hímzést, a csipkeverést meg is tanítják azoknak, akik érdeklődnek. Lesz-e idén erre lehetőség? Ebben az évben szintén szeretnénk közösen a Bácskosút falvaiakkal ezt a népművészeti tábort megrendezni, mert ugye első évben csak hímző tábor volt, második évben pedig már Kun népművészeti tábor néven futott, ahol ugye fazekas, veszőfonó, fafaragó, szövő és hímzéssel, csipkével pedig jó magam vettem részt. Mondjuk inkább ez a kunhímzésre teljesedik ki. Esetleg azért, mert ahhoz könnyebb beszerezni ott is a hozzávaló. Egyetlen egy hölgy van Bácskosút falván, aki vercsipkét készít, tővele is van személyes kapcsolatom, de ugye a hímző szakkörük, ők nekik 30 fős, ami ugye a Bácskosút falvai kulturális egyesületen belül működik, mert ugye tánccsoportoktól kezdve több mindenük van, és ebben az évben szintén tervezzük, amennyiben pályázati pénzt sikerül nyerni, mert ugye a kiutazás, az anyagköltség azért jelentős összeg. Reméljük akkor, hogy sikerül ezt a tábort idén is megszervezni, és most itt mi készül, hiszen azért közben dolgozik is. Itt most egy kis 30x30-as terítő készül. Ez nem saját tervezésem jelenleg, ez egy nagyon régi minta alapján készítem, és hát nyilván ez egy kiállítási darab fog lenni, mert ugye többfele jártam, meg megrendelésem volt, és úgy kikoptam most egy kicsit még az ilyen darabokból is, úgyhogy most pótolni kell.